Köszöntöm Önöket! A Szubjektív mai vendége Tóth Borisz utazásszervező, aki immáron negyedik alkalommal szervezi meg a tézéi zarándokutat a vajdasági magyarság számára. Szia, köszöntelek a stúdióban! Szervusz! Az idei út dátumilag mettől meddig tart majd? Az idei út július 23 és augusztus 5-e között fog megvalósulni. Egyébként azt tudni kell, hogy önmagában is a csoportokat Tézében májustól szeptemberig rendszeresen fogadják, és a váltások vasárnaptól vasárnapig tartanak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi is próbálkozunk olyan időpontot választani, amikor a vizsgaidőszak ugye már véget ért, és a következő még nem kezdődött el, sem a tanulás és a felkészülés a következőre, úgyhogy általában július vége, augusztus ele szokott lenni ennek az útnak az időpontja. Kik vehetnek részt rajta, vagy illetve hát hogyan toborozzátok a résztvevőket? Gyakorlatilag önmagában a tézé minden hívő embert megszólít, és az egyetlen egy pontja, illetve a legfontosabb, hogy tényleg valóban higgyen az az a személy, az az illető, aki tézébe utazik. De azt is tudni kell, hogy ez egy ökumenikus egyesület, egy ökumenikus tábor a fiatalok számára, ezért a kereszténységben való minden vallást nagyon szívesen látnak, katolikusokat, protestánsokat, ortodoxokat, stb. És van rá példa, hogy sűrűn ateisták is tézébe zarándokolnak, mert válaszokat keresnek, és történt már olyan is, ismertem is meg olyan embereket, akik itt tértek meg, úgymond. Pontosan ezért a kategorizáció is nem foglal magába egy nagy választékot. A fontos az, hogy ténylegesen olyan emberek jelentkezenek, akik úgy érzik, hogy a Jóisten megszólította őket valamilyen szempontból, tehát hogy higgyenek. Általában úgy, amivel itt a magyarságot szólítjuk meg, ide leginkább nálunk a mi csoportunkban katolikusok jelentkeznek, de hát vannak más plébániák, ugye más egyesületek, ahol bunyevácok, horvátok, ortodoxok, és általában vegyes közösségek is, tehát ahol több nyelvű, több nemzetiségű ember szokott utazni Tézébe. Az indulás előtt több alkalommal is találkoztok, szervezitek magát az utat, illetve az indulást, hogy kell elképzelni ezeket a találkozókat? Ezt úgy kell elképzelni, hogy önmagában mielőtt az ember tézébe érkezne, tudnia kell azt, hogy hová érkezik. Ugye önmagában, ha már a turizmusról beszélünk, akkor a turizmusnak nagyon sok ágazatáról tudunk beszélni. Ugye ökoturizmus, kulturális utazások, stb. Mivel ez a nyári időpontban szokott történni, azért ezt egy ilyen jellegű zarándokutat nem szívesen keverünk össze egy klasszikus nyaralással. Tehát, hogyha egy nyaralásra készülődünk, akkor természetesen tudjuk azt, hogy akkor most elmegyünk sütkérezni a tengerre, ahol van egyfajta szabadságunk, és azt csinálunk, amit akarunk. Hogyha egy zarándokútra megyünk, akkor elsősorban tudnunk kell azt, hogy itt van egyfajta kötelesség, és van egyfajta cél, mi miatt utazunk erre a célpontra, ebben az esetben ugye Tézére, és gyakorlatilag ezeken a felkészítőkön, amik márciustól kezdődnek minden második szombaton, azon törekszünk, hogy a fiatalokkal minél jobban megismertessük Tézé lényegét. Tehát átdolgozzuk önmagában a Tézé témákat, azt, hogy hogy néz ki egy nap Tézében, hogy néznek ki az imák, tehát erről mind nagyon sokat lehetne beszélni, és gyakorlatilag ezeket az imákat is önmagában, amelyek ének formájában történnek, és az ökumenizmusnak egyfajta lényege is az, hogy nagyon rövid bibliai vagy szentírási részleteket dolgoznak fel az imákban, amik aztán ének formájában történnek, hogy minél több embert megszólítsanak, és mivel, hogy nagyon sok embert megszólítunk, ezért a szolidaritás témáját is át kell dolgozni. Tehát ezeken a találkozókon fokozatosan az indulás pontjáig átdolgozunk különböző tematikákat, amelyek Tézéhez fűződnek, és így a fiatalok is jobban tudják azt, hogy valójában hova jelentkeztünk. Kötött programról van szó, amit már te is említetted. Hogyan kell elképzelni egy napot, mert mégiscsak egy körútról van szó? Úgy kell elképzelni egy napot is önmagában a teljes utazással kezdeném, hogy ez általában egy 12-14 napos utazás, ugyanis Tézé körülbelül 2-2,5 ezer kilométerre van tőlünk, autópályán számolva, tehát nem ugye légvonalban.
És már önmagában megtenni ezt a távot, különböző előírások sem engedik meg, hogy egy nap alatt, vagy csak beülve a buszba, és akkor odahajtani és vissza. Ezért különböző megállók vannak oda és visszafelé. Na most természetesen itt Közép-Kelet-Európából megindulva, nyilván, hogy nagyon sok szép hely van, amit érdemes megnézni. Általában ezek európai fővárosok, tehát Prága, Párizs, Monaco, ahol lehet egy kicsit strandolni és visszafelé Velence. Tehát mind olyan látnivalók, amelyet lehet, hogy a fiataljaink, tehát a kamaszok elsősorban, a 20 évesek, nem tudnak meglátogatni minden évben, vagy nagyon sokan most jutnak el oda először, és ezért nem zárkózunk el attól sem, hogy betegyünk ilyen úti célokat, úti helyeket, városokat, nagyvárosokat ezekbe a programokba. Például idén első nap, tehát mindig éjszaka történnek az utazások, éjszaka alvás a buszon, ezért is ajánljuk mindenképpen ugye elsősorban a fiataloknak, és akkor első nap például Prágába érkezünk reggeltől estig. Ez ideális arra, hogy egy nap alatt, ami a legfontosabb, megnézzük, a sofőrök ez az idő alatt tudnak pihenni, és utána ismét éjszakai utazás, például Párizsig. Tehát akkor másnap Párizs, és onnantól pedig Tézében vagyunk, vasárnaptól vasárnapig minden évben. Tézében pedig ugye egy teljesen külön programról beszélünk, amit utána szerintem úgy is átrágunk röviden. Így van. Az idei tézéi zarándokút több szempontból is különleges, több évforduló is van az idei évben. Melyek ezek? Elsősorban tudni kell, hogy idén három jubileumot ünnepelnek Tézében. Az első az egy 100 éves jubileum, Roger testvér Tézé megalapítójának a születése napja van idén májusban, tehát ez egy 100 éves jubileum. A második Tézé megalapításának a 75. jubileuma, tehát Roger testvér 25 éves korában alapította meg a Tézé közösséget, illetve 2005-ben hunyt el tragikus körülmények között, amikor is ugye több ezer ember előtt leszórták a templomban. Ennek is gyakorlatilag van egy különleges története, ugye egy ekkora nagy közösséget, ami nagyon-nagyon sok embert magába foglal, megszólít, egy ilyen közösségben hunyt el. Nagyon röviden ezt el lehet csak mondani, hogy egy beteg fiatal hölgy tette ugye ezt a, vagy gyilkolta meg, több ezer ember szeme láttára, viszont amikor Roger testvért ugye leszúrták és kivitték a templomból, nagyon sok ember sikoltozva kirohant a templomból, ugye pánik történt, stb. Az illetőt azonnal lefogták, viszont önmagában az ima az folytatódott. Tehát önmagában az ének és az ima az továbbra folytatódott a templomban is gyakorlatilag. Ez is egy szép halál, ha már így történt, hogy úgy hunyt el, hogy hallotta végig ugye azt az imát, amit megalapított, és így folytatódott. Tehát idén gyakorlatilag három jubileum van Tézében, úgyhogy mindenképpen egy jubileum évről beszélünk. Milyen különleges programok várnak az idei zarándokokra ebből az alkalomból? Érdekesség az, hogy Tézében gyakorlatilag minden évben más fő témákkal szoktak foglalkozni. Az utóbbi három évben a szolidaritás témáját dolgozzák át a jelenlévők, a résztvevők. És ami nagyon érdekes az az, hogy a napi három imádságon kívül bibliai bevezetők, illetve bibliai témákkal szoktak foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy korosztály szerint a fiatalokat, a zarándokokat felosszák különböző csoportokba. Így kerül például egy 8-10 fős csoportba egy román, egy ukrán, egy belga, egy svájci, egy japán, egy amerikai, akik természetesen angolul beszélnek egymással. És az adott bibliai bevezető után egy adott témára válaszolnak. Ennek több szempontból is nagy jelentősége van. Egy, hogy ezekkel a témákkal jobban megismerkednek, a másik pedig, és ami Tézinek a lényege, az az, hogy egymással megismerkednek. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb barátságok Tézében pont ezeken az ilyen jellegű találkozókon szoktak kialakulni, amikor egy hét után tényleg mindig mindenki krokodil könnyekkel búcsúzik egymástól, és akkor vannak ezek a nagy e-mail váltások, telefonszámváltások, stb. És gyakorlatilag magamról is elmondhatom, hogy mai napig tényleg a világ több pontjáról tartom az emberekkel a kapcsolatot, aminek tényleg van egy nagyon nagy jelentőség, mert tudod, hogy a világban
különböző helyeken vannak emberek, akikre tudsz számítani. Most nem azt mondom, hogy holnap Kanadába utazom, de azért tudok kit felkeresni, és gyakorlatilag pedig egymástól nagyon sokat tudunk tanulni. Mi a tapasztalatod? Vannak-e visszatérő zarándokok? Egy tágabb korcsoportról beszélünk, tehát egy ember akár többször is utazhat. Ki a törzs? A törzs utasok, tehát minden évben vannak visszatérő utasaink, aminek nagyon örülünk. Olyan is előfordul, hogy egyik évben utazik, következő évben nem tud utazni, de utána a harmadik évben ismét utazik. Viszont mindig van egy olyan 20-25 fős törzs, amely évről évre gyarapszik. Ezek általában olyan emberek, akik elsősorban TZ miatt utaznak. Tehát akik eljöttek erre az utazásra, láttak nagyon sok szép helyet, várost útközben, megjárták már Barcelonát, Rómát, Párizst, Velencét, voltak Gardalandben, de mindig az a TZ és pont az zarándoklatnak a lényege maradt meg bennük, hogy ők valamiért éreznek egy ilyen hívó erőt, hogy évről évre visszatérjenek TZ-be. Tehát van egy ilyen törzs, de amit fontos elmondani, hogy leginkább, tehát a 18-tól 29 éves korosztályig utaznak. Tehát vannak itt fiatalabbak is, 16-17 évesek, de leginkább az a 18-tól 25-ig mondjuk így őket szólít meg TZ elsősorban. Vannak családok is egyébként. Meglepődtem, hogy idén többen utaznak, akik 50-en felül vannak, mert hogy sok jót hallottak TZ-ről, és szerették volna megtapasztalni. Ők is tisztában vannak azzal, hogy ez egy zarándokút, tehát itt vannak nehéz pillanatok, de hogy önmagában tényleg egy olyan lelki élmény, amelyet haza kell hozni és meg kell osztani. Megelőzi a felkészülés magát a zarándokutat, de hát miután hazaértek, az élményeket is fel kell dolgozni. Ezeket is megosztjátok egymással? Igen, fontos az, hogy utána havi, két-havi szinten még találkozni szoktunk, össze szoktunk jönni. Általában karácsony előtt van egy nagy TZ lelkületű ima és egy találkozó. Ekkor jó újra találkozni az ismerős arcokkal, és hát utána meg észre sem vesszük, hogy már gyakorlatilag újra február-március van, amikor már kezdődik a következő felkészítő. Viszont ami nagyon fontos az, hogy már a csoporton belül is nagyon sok barátság szokott születni, és ők is egymással, tehát napi szinten szinte tartják a kapcsolatot, ki hosszabban, ki ritkábban. Említetted, hogy 8 fős csoportokra oszlik a társaság. Egy-egy 8 fős csoport hogyan éli át egy-egy napot? Például vasárnaptól vasárnapig mi a lényege annak, hogy pont vasárnap érkeztek, illetve távoztok? Fontos az, hogy TZ-ben szombat este szokott lenni egy nagy gyertyás szertartás, egy nagy ima, ami gyakorlatilag a program végét jelenti. Ezért következő nap, vasárnap már búcsúznak a csoportoktól, és a következő csoportok érkeznek. És ez a fő ceremónia, ez gyakorlatilag mindig szombat este van az utolsó imán. Ennek is megvan egy saját szépsége, ugye ima közben a barátok egy nagy gyertyáról lángot gyújtanak, a templomba érkezve egyébként mindenki kap egy gyertyát, és a gyertyalángot egymásnak adják át a fiatalok. Tehát ennek is megvan egy saját misztériuma is, de szimbóluma is, hogy egy teljesen ismeretlen embertől kaptam egy gyertyalángot, tehát egy fényesség szimbólumot. Milyen szinten kell ismerni az angolt, illetve hát a bibliai témákhoz is szakszavakra van szükség angolul. Ezekre mennyire tudjátok felkészíteni a diákokat, fiatalokat? A TZ barátok is nagyon sok mindenre gondolnak. Amikor megérkezünk a bibliai felkészítőkre, illetve munka csoportokba, akkor cetliket lehet elővenni, kis papírokat, amin az adott téma és a kérdések le vannak írva angolul, a másik oldalán pedig különböző nyelveken. Tehát a magyar elvehet egy magyart, egy horvát, egy horvátot, stb. egy német nyelvűt, és tudja követni mindkét nyelven. Tehát, hogyha valakinek nehézkes, akkor általában mellette van a csoportjából valaki, akivel kommunikálnak ugye a csoporttal, de egyébként önmagában, tehát egy jobb alapszintű, vagy egy alacsonyabb, középszintű angol nyelvtudás már elegendő. Érdekes az, hogy nagyon sok utas, nagyon sok gyerek azt mondta, hogy jaj, hát képzeld, Boris, hogy visszajöttünk, és szeptemberben az angol tanárnő mondta, hogy hú, hát te neked, hogy fejlődött az angolod, és tényleg az az egy hét alatt, amikor
valahogy az agy is rááll az angolra, hogy csak angolt hallok, akkor valahogy könnyebben és gyorsabban tanul az ember. Tehát nem kell ettől nagyon megijedni. Ez egy nagyon jó nyelvi kurzus is akkor egyben, amellett, hogy rengeteg szép mindent lehet látni, illetve tartalmas napokat eltölteni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, reméljük minél többen kedvet kaptak a tézés utakhoz, illetve a tézi lelkületű találkozókhoz. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra. Köszönöm.